Mi a bánat? Na. Kezdjünk bele. Először... Először is sziasztok! Ami a videóm témáját szolgáltatja, az a retro állatot, ami most jellette a nem csak a magyar youtuberek, meg nem is a gamer csatornák, nem is csak a gamer csatornák tömkelegét, hanem nagyon sokan most foglalkoznak ezzel a témával, és ez nem más, mint a mini konzolok feltűnése. A YouTube-on, a konzolvilágban és gyakorlatilag a hétköznapokban, mert nagyon sokan vágyunk a jó régi élményekre, mi másra vágynánk. Jó videójátékozás mindig összehozza a családot. Ha más nem egy erős vitelrejéig, de valamiért összehozza. De amire ki akarok térni, hogy nem nagyon értem ezt az egész mini forradalmat, de jó, hogy van, mert ilyennek is lennie kell, mert az emberek tömkelege igényli ezt, hogy neki legyen otthon egy mini PlayStation-je, egy mini Nintendo-ja, egy mini Super Nintendo-ja, vagy egy mini Nintendo 64-je, ami gondolom neki akkora élmény, mert azért mondom ezt így, mert nálam erre hála Istennek nincs igény, mert nem nagyon vágyakozom egy olyan konzolra, amin előre megszabott játékok vannak telepítve, mintha valaki más cuccával játszanék, de hát ez kinek mi? Ha valaki szereti azt, hogy neki megmondják, hogy ezek a legjobb játékok szerintük, és ezzel kapod meg azt a retro élményt, amire vágysz, akkor legyen, de én inkább maradok a retro dolgoknál, szóval, hogyha én Super Nintendo-zni szeretnék, akkor majd valószínű beszerzek egy Super Nintendo-t, mondjuk volt is, jó áron túl is adtam be. Nem, a lényeg az, hogy nem értem a mini... Hogy mondjam ezt? Nem is tudom, hogy mondjam. Nem értem a miniatűrök lényegét, hogy gyakorlatilag azért vesz valaki egy miniatűr konzolt, hogy átélje azt az élményt, gondolom a HD TV-jén, amit régen a régi képcsöves TV előtt átélt. De nem értem, hogy mi szükség van erre egy ilyen konzolra. Most ha én retróra vágyom, akkor előkaparom a kis konzolomat, a régi konzolomat, leporolom, veszek hozzá egy átalakítót, mert lehet, minden konzolhoz kapsz átalakítót, ne mondjátok, hogy nem, és akkor rákötöm arra a tévére, amin éppen játszani szeretnék. Na hát ugye, jó, most jöttök azzal, hogy de most ezekben a konzolokban már el lehet menteni az állást. Minek? Minek mented el? Ja, hogy hazajössz, és akkor folytatod onnan, elbucskázol egy kicsivel később, megint megállsz, kimész, fújsz egyet, aztán újra kezded. Ez nem a retro. Ez tuningolod az előző élményedet, hogy oh, most már nem kell mondjuk a Ninja Gaiden 1-ben hülyére szenvednem a sötét pályát, vagy a Ninja Gaiden 2-ben a havas fújós pályát, hanem akkor hopp, start, most én ez nem érzek elég kihívást, mert most nekem, mit tudom én, egy óra Facebook hiányzik, vagy Instagram, mert mi más hiányozna, és akkor én most mentek egyet. Meg szerintem ezek a konzolok ahhoz, hogy élményt nyújtsanak, ahhoz drágák. Legalábbis az én pénztárcámnak drága, én nem fogok mondjuk egy Nintendo miniért kiadni 20 000-eket, mert szerintem nem éri meg, akkor inkább veszek egy eredetit. Jó, egy játékkal, de na, az retro élmény, az na, oldjuk meg, hogy az új tévem rá tudja kötni. Ne legyen már picsán kinyalva, hogy basszus. Fogom, ott van, rákötöm, elindítom, hogy ez lett volna a koncepció, hogy ne zsinórozgassunk, hanem kényelmesen éljünk át egy kis izét. Lehet, hogy én fogom fülrosszul, lehet, hogy itt van a legnagyobb show ebbe a dologba,
hogy kényelem. Nem kell már vacakolni vele, de nekem ez nem jön be. Valószínű azért, mert én még a retrót azt úgy gondolom, hogy ha PlayStation-ezni akarok, akkor előveszem a PlayStation-emet. Ha Nintendo-zni akarok, akkor előveszem a Nintendo-mat. Ha egy Famiclone-nal akarok játszani, mert nagyon nagy sláger volt a sárga, az is Famiclone, akkor előtúlom a szatyorból, és akkor bekötöm, és akkor utcu neki, és nyomom. Nekem nem kell az, hogy itt tudom én 30 ezeret költsek arra, hogy bekapcsoljak egy PlayStation emulátort gyakorlatilag, mert így utána néztem a témának, a Nintendo Mini-ben sem lehetne igazán játékokat hozzátenni, vagy a Super Nintendo Mini-ben sem lehetne játékokat plusz feltelepíteni, és ugyanúgy a PlayStation-ben sem, mégis megvan a módja, mint kiderült, ami nálam ki is vert egy kicsit a biztosítékot, a PlayStation Mini gyakorlatilag egy PC SX ingyenesen letölthető emulátor egy PS konzolba, egy hivatalos PlayStation konzolba burkolva. Most lehet, hogy meg akarnak kövezni páran, nézzél nyugodtan utána. Ha a PlayStation Mini-t beledugsz egy USB-s billentyűzetet, ezt nyomsz, akkor bejön rögtön az emulátor menü, és ott meg is fogod találni a PC SX feliratot. Igen, PC SX az emulátor, amit letölthetsz ingyen a PC-dre, és akkor emulálja neked a PlayStation játékokat, de erről ugye senki nem beszél, mert gyakorlatilag 30x-kát kiadsz érte, 30x000 forintot kiadsz érte, és gyakorlatilag egy emulátorod van. Jó, egy hivatalos PlayStation konzolról van szó, szóval valami megállapodás biztos született erről, de akkor is. Ha PlayStation-ozni akarsz, kapard elő a kis vackodat, dugd össze, és játsszál vele egy jót. Mert másképp nem lehet. Ez az igazi retro élmény, egy PlayStation. Nem kell ide miniaturizálni. Mi a fasznak? Zsebbe akarod hordani, vagy mi a túró? Nem értem. Lesz a rend. Fussunk neki még egyszer, mert már megint elgurultak a gyógyszereim. Na, szóval, nem értem, minek töpörítenek össze egy PlayStation konzolt, hogy utána sokan azon törjék magukat, hogy hogyan tudnának még játékot hozzáfűzni. Ez nekem, még mindig nem értem. Biztos, hogy jó, meg klassz, meg minden. Szerintem ez olyan embereknek nyújt élményt, akinek nem volt akkora élménye. Pont arról van szó, hogy úristen, mert átmentünk a szomszédba, és akkor Nintendoztunk, de basszus, nem toltam órák hosszát, és akkor most én tolnám egy kicsit. Hogy jön ez össze? Még nekem még mindig nem stabil valami. Mindenki a hú de jó volt. Igen, a hú de jó volt, ebbe kapaszkodnak bele az emberek, és lehet, hogy ez a kihasználatlan konzolpiac most beérett. Mini konzol kell. Kellenek a... Nem tudom. Csóri Szegát sajnálom, ugye ő már nem gyárt konzolt, mert akkor lenne itt Sega Mega Drive Mini, meg a Drive 2 Mini, gondolom ezt nem adná ki külön, Sega Master System, Sega CD Mini, Sega Saturn Mini, Sega Mini Mini, Sega Dreamcast Mini, biztos, hogy volna, de próbáljuk meg úgy, hogy úgy felfogni, hogy kellenek ezek a konzolok, mert kellenek. Mert azt látom, hogy nagyon rákattantak az emberek, főleg a youtuberek, hogy na, igenis beszéljünk arról, hogy milyen jó volt ez. De
még mindig az nem jön össze, hogy akkor minek a panasz? Miért panaszkodnak azon, hogy lehetett volna még mit tudom én, egy Street Fighter 2 turbót tenni az SNES-re, vagy a Final Fantasy-nak az első részét kellett volna, nem a kettőt, vagy nem is tudom hirtelen, mert van rajta, vagy Super Mario minek raktuk fel, az alapjáték volt, vagy ilyen, mert persze mindenféle kommentel találkozik, és a legborzasztóbb az az, hogy nagyon sok embert hallok panaszkodni, hogy miért nincs Crash Bandicoot a PlayStation Mini. Kellene, hogy legyen? Miért kellene, hogy legyen? Most eleve a remake-ek korát éri. Most akárki újra játszhatja az élményeit egy felújított grafikával, PlayStation nélkül, akármilyen konzolon, Crash Bandicoot-tal, mert kijött egy remake. Hát ugye a konzolosok is felmérték, a Sony-nál is felmérték azt, hogy nem érné meg Crash Bandicoot-ot rátenni, inkább helyet kap egy másik játék, mert ugye azt felújították totál. És mégis ezen megy az izé. De mondjuk a teszteket se értem, a tesztek többségében nagyon rákaptak a GTA-ra. GTA. Ott volt egy Metal Gear, ráadásul az első része a PlayStation Mini-n, és GTA-zni kezdtek. Egy felülnézetes, jó kultjátékkal, de basszus, akkor ők nem igazán PlayStation-oztak. Mert engem nem a GTA fogott meg PlayStation-on, hanem a Metal Gear. És a Final Fantasy 7 igenis nagyon nagy játék, rá is került, és mindenki elsiklott fölötte. Sőt, szerintem egyetlen egy videóban nem láttam, ahol kipróbálta valaki a Final 7-et. Vagy megnézte az elején a videót. Akkor hogy jön ez össze? Még mindig káosz, de le rakjunk rabba. De az a lényeg, hogy hál' Istennek itt vannak, és akkor vannak, és akkor próbálják az emberek átélni azt, hogy a konzolos társadalom már az Atari-nál elkezdődött. Már ott mindenki nyomkodott, vagy mondjuk jó nálunk Magyarországon mindig a klónok vitték a piacot, most is egyébként találkoztam NES klónnal, NES mini klónnal, borzasztó ronda az az igazi dobki műanyag, ráadásul normál TV csatlakozós, és veszik 8000 forintért hajlandó megvenni a klónt. Mert hogy úgy de jó volt régen. Baszki, hát nem csináld már. Benne van az összes klónozott játék. Mind a 600 valahány darab. Ráadásul nem is sztereó az a faccak, hanem mindegy, hagyjuk. Szóval, ha valaki retro élményre vágyik, én azt javasolom, hogy próbáljon meg eredetit beszerezni, mert kell. Jó, tudom, macera. Mert a minivel előrébb van. De akkor ne panaszkodjon, hogy ez meg az nincs rajta. Mert hogy ő nem a Duck Hunt-tal akar játszani, hanem a Wild Gunman-nel. Akkor bazd, ne csináld már. Akkor nézzél meg egy videót, hogy de jó volt ez régen. Ne vegyél magadnak 20.000 forintért egy olyan konzolt, amin azon panaszkodsz, hogy milyen játék nincs rajta. Annak kell örülni, hogy ezek vannak, jelen vannak, és kiszolgálja ezt az élményt. És akkor ugye egy cég, gondolom az eladási listák alapján, meg az élmények alapján, meg a kultjátékok alapján összeállította neked, akkor legyél elégedett, hogy itt van, szerintem ezek voltak a legnagyobb címek, és akkor játsszál, ne kezdj el izélni rajta, hogy na. Akkor legyen rajta ez meg ez, mert nem lesz. Csak hogyha fogod, széthekkeled. Mert már van rá mód, mert nem egy videót találtam, ahol már igenis rakják rá a játékot, mód is ütgatják a menüt, meg mindenféle. Szóval gyakorlatilag kiadsz 20 ezreket azért, hogy utána pimpelgessed, hogy na akkor még. Én nem is értem, hogy miért nem úgy csinálta meg ezt a Nintendo, meg miért nem úgy csinálta meg a Sony, hogy
hogy saját kis sztorjaik lennének, hogy akkor legyen benne bazd meg akkor wifi, ha már akkor már HDMI csatlakozót elértük, akkor miért nem raktunk bele egy kis modemet, amin egy egyszerű menüből potom pénzekért ugye nem fizikai verziókat le lehetne tölteni. És akkor tényleg azzal húzza az ember, amivel akarja. De nem, még ezt is lekorlátoztuk, mert adnak urtunk egy kicsit, az emberek többre vágynak, nem elégednek meg a retróval, mert nem elégednek meg a retróval. Ez nekem káosz, ez a mini konzolozás. Ezek a konzolok is úgy fogják végezni, mint az eredetik. Sajnos, hogy megveszem, mert hogy a sláger, játszik vele a gyerek, unja, akkor én is kipróbálom, hát ez nekem nem is összebagyintom. Meg se tartom a dobozát, belerakom egy szatyorba, azt felrakom az internetre, hogy bazd meg, vigyétek innen, mert nem kell. Már ez lesz. Úgyhogy a fogyasztói társadalom legnagyobb baj ez, hogy most akkor vigyük. Vinni kell. De nem buzdítok senkit se arra, hogy ne vegyem, mert vegyem. És igenis, próbálja ki, de kezdjem már anekdótázni arról, hogy baszki, miért nincs rajta ez meg az. Hanem akkor élvezze ki azt, biztos van rajta olyan játék, amivel nem játszom. Az micsoda? Baszki, nem? Lövöldözős, mászkálós, bujkálós, rejtőzködős játék. Egy úristen, Battle Arena Toshinden, mi az? Tosz. Senki nem vágja. Csak akinek van belőle, hogy na úristen, akkor kipróbálom ezt a verekedős játékot is, vagy hogy PlayStation 1-en megy a mindenkinek úgy játék, a Tekken 3, de oda raktak egy másik verekedős játékot, hogy ez mi? Biztos, hogy agyfasz fog rajta mindenki kapni, főleg olyan gyatra irányítása van, mint az állat, de ott van. Vagy hogy ha nagy játékot akarunk említeni, hogy a Final Fantasy 7-ért Japánban megőrültek. Volt, aki a boltok előtt aludt sátorban, hogy megszerezze. Most neked odaadták egy konzolon, előre telepítve, és te Crash Bandicootért könyörögsz. Mert almát akarsz szedni. Szedj almát. De ne a PlayStation Mini-ben. Vagy hogyha... Hál' Istennek a Nintendo-nál nem hallok ilyen panaszokat, vagy lehet, hogy nem érdekelt, ezt nem jártam rendesen utána, de ugye a Mario mindenki kielég. Ez ugyanúgy, mintha Sega adnak ki egy minikonzolt, akkor a Sonic mindenkit kielégítenek. Mert Sonicozni jó volt, Mariozni jó volt, PlayStationozni jó volt, és nem a Crash-sel azonosítottam. Nekem nem, én nem a Crash-sel azonosítottam, nekem nem kellett Crash Bandicoot. A húgomnak kellett. Nekem nem. Nekem Final Fantasy 9 kellett. Meg Legend of Dragon kellett, meg Evil Zone kellett, meg Játékokon kellett, Guilty Gear kellett, vagy rosszul mondtam, Soul Blade kellett, ugye a Soul Calibur-nak az első játéka. Nem is vágtam, addig is rátaláltam egy Tekken 2-vel együtt, és akkor, na ugye itt jött az, hogy Soul Blade, és ráadásul Voldo van az elején, ez hogy jön össze? Én azt hittem Dreamcast-en jött ki először, de hát nem, mert ugye én is optimív módon nem néztem utána, és igen, PlayStation 1-en ott volt. Soul Calibur első része. Mindenki a Dreamcast-hez nyomná igazán, mert ott jött ki a kettő, ami egész kemény jó grafikával és élmény volt. Azért jó volna egy Dreamcast is, majd azt is be kell szerezni egy Dreamcast-et. Legyen. Szóval a minikről ennyit. És jó is, hogy vannak, de kezeljük már ezt a helyén. Amikor valaki megkap egy ilyen konzolt, akkor élvezze úgy, ahogy van. Ne azon affektáljon, hogy most neki más kell rá. És akkor hogy lehet majd megoldani, hogy én más is rátegyek. Bontadj szét, vág gajra. Úgy, mint annó a PlayStation-ök tömkelege, hogy a
PS2 tönkre úgy ment tönkre, hogy csipelve volt. Én is ott szoktam rá, mert most nem játszom a szentet, mert az első konzolom, mondjuk én mindet használtam, vettem, kivéve a PlayStation 2, mert az volt eredeti. Az első PSX-em csippelt volt, és akkor írott játékokkal kezdtem. De ugye az lett szerencsétlen sorsa, hogy totál hazavágta a rengeteg írott vacak, és akkor találtam egy olcsóbbat, amiben nincs chip. Elmondom, akkor chip nélkül veszek le egy pár játékot, és jól döntöttem. Mert itt van a konzolozás lényege, az, hogy próbáljak már meg jó döntést hozni, nézzek utána a játékoknak, nekem ez megtetszik, és azzal játszak. Mert ha olyan konzolt veszel, amiben előre telepítve van slágerjáték, és neked nem jön be, elkezded buherálni, hogy tegyünk hozzá. Ne tegyél hozzá. Ne is vegyél el belőle. Ha neked annó Crash-ez volt húzadalmad, akkor szerintem a jó fogáson, vagy akármelyik online piac téren körbenézel, biztos találsz magadnak olyan konzolt, amihez még adnak is. Vagy éppen veszel egy olcsó konzolt, mert olcsón adják, mert nincsen hozzá játék, és akkor kibugázol egyet, és akkor élvezed. Egyébként van HDMI átalakító PlayStation-re, ugyanazt a képarányt fogod kapni, ha a minivel is, mert ugye nem fogja neked széthúzni akkorára, mivel nem tudja, tök csúnya lenne, azt is 4-3-ban játszott, ha jól tudom. De ha nem tudom jól, akkor bocsánat. De ez van. Így kell konzolozni. Vagy így kell a minihez hozzáállni, hogy nem akarok hozzátenni, meg nem akarom szétbuherálni, meg nem akarok panaszkodni azon, hogy most éppen nem tudtam ezzel meg azzal a játékkal játszani. De a mini forradalmat érjük, és igen, a mini forradalom mindjárt legyen mindenből mini. Töpörödjön minden össze. Legyen helyünk, úgyis túlnépesedünk lassan, vagy mit tudom én. De nem értem. Szóval hajrá, vegyetek mini konzolokat, játszatok az előre feltelepített játékokkal úgy, hogy az élményt keresitek, nem hozzátenni akartok, és játszatok. Ez a lényege, ezért van, hogy ilyen volt, megadta rá lehetőséget minden egyes konzolgyártó, hogy akkor nyomjátok és nyomjátok. Hajrá, sziasztok!